A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, 4-1-es vezetésüknél a 8. percben már is időt kellett kérnie Falcsik Miklósnak. Az eligazítás használt, mivel az első félidő felénél már 3 góllal vezetett a házigazda. A folytatásban nőni kezdett a két csapat közötti különbség, miközben a nyírbátoriak nagyon figyeltek a tavaly még náluk játszó Páncél Zoltánra. A nagy szünetre 16-8-as állásnál vonultak le a játékosok. Fordulás után sem változott a játék képe, lassan 10 gól fölé kúszott a különbség, ami meg is maradt a meccs hajrájáig. Az utolsó 3 percben a fehér gyarmat picit kozmetikázott az eredményen, de összességében magabiztos játékkal szerezte meg 4. győzelmét a nyírbátor. Most nagyon jól működött az, hogy viszonylag jó védekezés, nagyon-nagyon jó kapus teljesítmény, és ebből villámgyorsan rendezetlen védelmen befejezett támadások, amikkel tulajdonképpen demoralizálni lehet az ellenfelet, mint ahogy lehetett látni, eléggé a cipőorát nézte mindenki már a fejegyalmattól, és ez nem véletlen. Tehát ezt nekünk ki kell használni, hogy ilyen szélsőink vannak, hogy ilyen jó védekező tevékenységet tudunk folytatni, vagy amikor hibázunk a védekezésbe, akkor van egy utána van egy másik, még egy nagyon jó kapus. Mint a vendégek játékos edzője Varga László elmondta, csak a mérkőzés elején sikerült megvalósítaniuk az általa elképzelt taktikát. Igazából az első 10 percben kaptam vissza, amit megbeszéltük egész héten. Gyakoroltuk a széles mozgásból lövők lőjenek, igazából ez meg is valósult, és a beállós lemozgása az első 10 percben úgy, amit kértem a védekezésben, úgy a támadásban ez megvalósult. Utána volt egy törés, ami Falcsik Miklós tanár úr ugye időt kért, rendezte a sorokat, mi ezáltal nem tudtunk rendezni, utána én is időt kértem, és egyszerűen se dinamikába, se az, amit kértem, nem voltunk ott abszolút fejben, nem voltak ott a srácok, sajnálom amúgy, mert teljesen úgy készültünk az egész héten, hogy dinamikában, gyorsaságban, lövőerőben jobbak leszünk, mint esetleg a nyírbátor, és játszunk egy szoros meccset. A nyírbátori csapat kapujában Felföldi Róbert és Gadnai Attila is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Előbbi csak az első félidőben 11 védést mutatott be. Én is örülök neki, hogy jól ment, de azt el kell mondani, hogy a védekezésünk is rendben volt, főleg az első fél időben. Tehát azért sokat segítettek a két belső hármasunk, hát távol tudtuk tartani a lövőket, és ez sokat jelentett abban, hogy nekem is jó teljesítményt sikerült nyújtani. A forduló további eredményei a következők: Balmazújvárosi KK DVTK 28-39, Hajdúböszörményi TE Deac 2 37-35, Kazincbarcikai KSE Kisvárdai KC 28-35, Tiszavasvári SE Acélváros KK 26-26 és Újfehértó Kálusemjén SE Mezőkövesdi KC 16-27. A tabella élén a Mezőkövesdán 8 ponttal, megelőzve a szintén 100%-os nyírbátort. Falcsik Miklós együttese szombaton Miskolcon a 7 ponttal 3. Acélváros ellen lép pályára.